Sziasztok! Elérkeztünk a Wi-Fi-s tesztünk első kiértékelő videójához, amiben a Ubiquiti Unify AC-HD access pointot teszteltük ki, és most ezt fogjuk bemutatni nektek. Az Unify AC-HD a Ubiquiti egyik zászlóshajója. Ez egy 802.11 AC Wave 2 rendszerű access point, amely a beamforming mellett a MoMIMO-ra is képes. A tesztet a Patrick Lajos szakközépiskolában végeztük, amit az előző videónkban már be is mutattunk nektek. Az iskola két épületből áll, az A épület egy régi építésű vastag falakkal rendelkező ház, ennek a magas földszintjén helyeztük el az access pointot. A B épület egy modern vasbeton szerkezetes ház, három szinttel, a földszintre és a harmadik emeletre helyeztünk el egy-egy access pointot. A tartós tesztünk 3 hétig tartott. Összesen 729 kliens csatlakozott fel a hálózatra ez idő alatt. Egyidejűleg maximum 400 user használta a hálózatot, ez egy access pointon maximum 127 usert jelentett. A hálózat környezetében 440 konkurens AP-t számolt meg a rendszer, ami jelentős kihívás elé állíthatta. Az Észtelkom által telepített gigabites gerinc összeköttetés kihasználtsága maximálisan 220 megabit volt a teszt alatt. Átlagosan 30-40 megabites sávszélességet generált a diáksereg, de a napi 130 megás csúcsok sem voltak ritkák. Az általános felhasználás mellett 3 különböző teszt alá vetettük a rendszert. Az első és talán legfontosabb az Equicom Kft. Által biztosított AirMagnet és NetScout kombója. Az AirMagnet egy szoftver, amivel Wi-Fi hálózatokat lehet felmérni és teljesítményteszt alá vetni, míg a NetScout az erre kihegyezett hardware, ami egy USB kulcs formájában testesül meg. Ez a kliens eszköz 3x3-as AC-s rádióval rendelkezik, és USB 3-as csatolófelületen keresztül csatlakozik a mérő laptopra. Az AirMagnetes mérést az egyik általunk kiválasztott access pointon végeztük úgy, hogy csak a mérőműszer volt felcsatlakozva az access pointra. A mérés helyszíne egy 180 négyzetméteres egybefüggő tagolatlan terület, melyet körbejártunk, és az alatt regisztráltuk a jelszint változást, a datarate változást és az átvitt sávszélességet. A szoftver TCP forgalmat generál, amit egy előtelepített IPERF szerverre továbbít a tesztrendszeren keresztül. Minden egyes mérés 10 szálon zajlott. A bejárás alatt a data rate 585 és 945 megabit között ingadozott. Az IPERF mérés 302 és 262 megabit között változott. A jelszint mínusz 29 volt az AP alatt közvetlenül, míg a legrosszabb helyen is mínusz 56-os értékeket mért. Loss nem volt, csatorna interferencia sem. Kontroll mérés gyanánt a Windows-os IPERF-hez nyúltunk először, itt 272-től 300 megabites forgalmakat tudtunk mérni TCP-ben. Másodlagos kontrollmérésként pedig a Mikrotik bandwidth tesztjéhez fordultunk. Upstream-ben 200-220 megabitet értünk el, még downstream-ben 290 megabitet. El is érkeztünk Wi-Fi-s tesztünk legérdekesebb pontjához, a stressz teszthez. A tanárok segítségével 4 osztályt vetettünk be, hogy kimerítő eredményeket kaphassunk. Az első stressztesztet 30 user csatlakozásával végeztük. Minden user speedtestes méréseket indított újra és újra, 10 percen keresztül. A maximum elért sávszélesség az AP-n 220 megabit volt. A második stressztesztnél már 130 diákot vetettünk be. Itt a mérési metódus YouTube videók indítása volt félperces időközökkel, hogy a bufferelés ne befolyásolja az eredményeinket. 130 konkurens user mellett is 140 megabites átvitelre volt képes a Unify AC-HD. Következő tesztünk a Cambium Networks E600-asára fog fókuszálni, mert 2 hét múlva fogunk publikálni YouTube csatornánkon. Amire, ha még nem iratkoztatok fel, akkor mindenképpen tegyétek meg mi hamarabb, nem sokára találkozunk. Sziasztok!